Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. 2014. május 12-től új és végleges helyén várja ügyfeleit a torontói Magyar Főkonzulátus. Ezekről kérdeztük Szabó Stefánia főkonzult. Megnyitottunk, május 12-e óta itt vagyunk az új helyszínen. Ez a 175 Blue Street, South Tower 1109-es iroda. Elérhetnek bennünket telefonon. Aki konzul ügyben szeretne bennünket elérni, ő a 647-349-2553-as telefonszámot kell, hogy hívja, ez közvetlenül a konzuli részlegen csörög. Aki pedig a főkonzulátust keresi akármilyen más ügyben, az előbb könyvtár, könyvrendezés ügyében telefonált például egyik honfitársunk, akivel meg korábban a Torontói Egyetemen találkoztam. Ők a 647-349-2550-es telefonszámot kell hívni, ez a főkonzulátus közvetlen vagy központi telefonszáma. A nyitvatartás, a konzuli részleg nyitvatartása, minden munkanap nyitva vagyunk, ugyanúgy, mint korábban. Reggel 9-kor nyitunk minden munkanapon, a hétfő a hosszú nyitvatartásunk, hétfőn 9 órától délután 4 óráig vagyunk itt, kedden, szerdán, csütörtökön 9 órától 3 óráig, és pénteken pedig délig. Ami változott, nem csak a helyszín, hanem az, hogy az ügyintézéshez most már kérjük, hogy időpontfoglalással érkezzenek. Ezáltal azokat a nagyon ritkán, de valóban előfordult, kicsit tumultuózus jelenteket próbáljuk elkerülni, amely a másik kis irodában előfordulhatott, úgyhogy kérjük, hogy időpontfoglalás ügyében mindenképp telefonáljanak a 647-349-2553-as telefonszámra. Ezek az információk egyébként interneten is elérhetők, egyelőre csak az ottawai nagykövetség honlapján keresztül. Mi pillanatnyilag dolgozunk azon, hogy legyen önálló honlapunk. Itt több akadályba is ütköztünk, de reméljük hamarosan lesz önálló honlap. Ha azzal mégsem tudunk szolgálni, akkor lesz önálló Facebook oldalunk, és akkor azon is minden információ elérhető lesz. Aktualitások, munkatársakkal kapcsolatos információk, de azt hiszem már elég sokan ismernek bennünket, köszönhetően a televízió közreműködésének is. Ezúttal is köszönöm, hogy tényleg mindig rendelkezésünkre álltatok, amikor valamilyen közérdekű információt szerettünk volna a honfitársaink részére eljuttatni.